Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége, Szekszárdról Lenkei Imre, bizonyára sokan ismerik a cég tulajdonost, a Vászbau Építőipari Kft. Ügyvezető igazgatóját, és hát tulajdonképpen fokozhatnánk még a jelzőket, de azt hiszem, hogy Lenkei úr neve ezzel a céggel már egyszer s mindenkorra összeforrott. Az apropója a beszélgetésünknek az, hogy augusztus 20-án az ünnepi közgyűlésen többen is elismeréseket vehettek át a várostól, és ilyenkor a kisebbségi önkormányzatok is átadják elismeréseiket, ezt tette a Roma kisebbségi önkormányzat is, így kedves Imre, ön Roma nívódíjat kapott. Hát hogy érintette ez a díj, és mi ennek a díjnak az előzménye? Hát nagy megtiszteltetésként értékeltem ezt a díjat, és ezúttal is szeretném megköszönni a Roma önkormányzatnak, hogy engem választottak erre a kitüntető címre. Hát az előzménye gyakorlatilag az, hogy régóta jó viszonyban vagyok a kisebbségi önkormányzat vezetésével, és a magam lehetőségeihez képest évek óta igyekeztem különböző rendezvényeiket támogatni. Gondolom ez volt az alapja annak, hogy engem terjesztettek fel. A méltatásban ugye az szerepelt, hogy természetesen ezen támogatás mellett, hogy ön valamilyen szinten elkötelezettje ennek a kultúrának. Tehát nem hagyja veszni úgymond azt, amit ez a kisebbség kínál, azt a művészetet, amit ők adnak, még annak ellenére sem, hogy ugye tudjuk, hogy itt azért a megítélésekkel kapcsolatosan hát nem mindenki gondolkodik egyformán. Igen, ez alap természetemből, illetve életfőfogásomból adódhat, hogy alapjában mindig ki nem álltam, és nem tudtam soha egyetérteni olyan nézetekkel, ami bármilyen kisebbséget negatív színbe tüntet föl, és egy az egyben rögtön általánosít. Ez valószínűleg, hogy onnan eredhet nálam, hogy én 1973 óta az építőiparban dolgozom, a Toté vállalatnál dolgoztam, és az utolsó 6 évet, 86-ig dolgoztam ott, építésvezető voltam, és ugye gyakorlatilag az egyszerű emberek voltak ott a különböző kubikusok, könyvesek, tehát én nagyon sokat forogtam egyszerű emberek körébe, és nagyon sok emberi tartást, tisztességet tanultam, és egy időben nagyon sok roma származású munkásember dolgozott az én építésvezetőségemen, elsősorban Kölesd térségéből, és szinte valamennyi roma származású munkásemberről is csak a legjobbakat, munkához való hozzáállást, emberi tisztességet tudom elmondani. És ugye ezek a problémák a roma kisebbséggel kapcsolatban gyakorlatilag hát sajnos elég régről datálódnak, ugye, mert a rendszerváltás előtti időszakban föltétlen egy olyan szemlélet volt, hogy mindegy, hogy mi van velük, dolgozzanak valamit, aztán mit tudom én, teljesen mindegy, hogy milyen iskolát végeznek, nem végeznek, lehetőleg minél messzebb tőlünk, aztán úgy legyenek el. Na most természetesen a rendszerváltás után, amikor egy más szemlélet kezdett itt elalkodni, akkor lehetett látni, hogy a leszakadó réteg elsősorban az lesz, aki megfelelő iskolai végzettséggel, megfelelő környezet híján van, és ugye ez döntő mértékben, szinte legnagyobb mértékben elsősorban a cigány, roma származású embereket érintette. Máma nem lehet azon csodálkozni, hogy gyakorlatilag a legtöbb munkanélküli közülük kerül ki, mert az új technológiák, az új munkastílusnak sajnálatos módon megfelelő iskolai végzettség híján ők tudnak a legkevésbé megfelelni. Plusz rá is játszik, ugye bizonyos rasszista nézetek, ami alapján még az azonos végzettség esetén se föltétlen a roma származású munkavállalót veszik föl. És én tehát ezeknek az alapján is úgy éreztem, hogy nem szabad általánosítani,
és én ismeretségi körömben, aki roma származású emberek vannak, és nem elég sokan dolgoznak is nekem különböző alvállalkozónként ilyen-olyan területen, sőt Kölesden, ahova való vagyok, a mai napig nagyon jó viszonyban vagyok azokkal az emberekkel, akik valamikor nekem dolgoztak, és sajnálatos látni máma elmenni haza Kölesdre, és bizony-bizony a falu központjában ott állnak azok a számomra elismerésre méltóan jó munkás emberek. Az utca közepén támasztják a kis pataknak a hídját, és a teljes kilátástalanság látszódik belőlük, hogy ha volnának még munkájaik, bizony-bizony a saját területeken akár kubikusként is tudnának dolgozni. Az egésznek a lényege az, hogy a különböző kormányzatoknak alap tevékenysége kellene, hogy legyen, hogy a fölzárkóztatását a roma kisebbségnek tudja elérni, iskolába járjanak a gyerekeik, végezzék azokat az iskolákat, amivel az esélyegyenlőség alapján azonos lehetőségeik lehetnének a többségi társadalomban. És hogyha ez megtörténne, akkor természetes dolog, hogy az az ellenszem, ami sajnálatos módon sok emberben megnyilvánul, az is csökkenne, és csak úgy lehet integrálni a többségi társadalomba őket, hogyha a saját kultúrájukat megőrizhetik, de ugyanakkor a megfelelő iskolai végzettséget és a megfelelő környezetet számukra biztosítani tudjuk. Említette tehát, és bízunk természetesen abban, hogy azok a programok így visszatérve még a gondolatsorhoz, amik most elindultak, és valóban a felzárkóztatásért jöttek létre, azok hatékonyak lesznek, és látjuk majd az eredményét. Említette Kölesdet, hogy onnan származik. Gondolom a szavaiból is kicsengett, hogy azért még mindig van kötődés, és szívesen emlékezik az ott töltött időre, legfőképpen feltételezem én a gyerekkorra. Hát ugye olyan értelemben Kölesden, hogy az általános iskoláimat én még Kajdacson végeztem a mellette levő faluba, és utána került át a család Kölesdre, és de olyan barátság, végül is oda nősültem én Kölesdre is, Kölesdre a feleségem, anyósom most is ott él, tehát mi rendszeresen járunk ki Kölesdre, és nagyon sok ismerősöm, barátom volt, futballoztam is Kölesden még abban az időben, és nagyon mély kötődést érzek a mai napig is Kölesdhez, sőt, mint öreg fiúként, most is hetente járunk ki Kölesdre az öreg fiúk közé futballozgatni. Nagyon szeretem azt a falut, az ott élő embereket, és tényleg ott is nagyon jó viszonyban vagyok az ottani romákkal. Szekszárd azért gondolom, hogy valamilyen szinten most már a biztos élettér, és ahogy említettem az elején, és hát ez nem véletlen, hogy ezt mondtam, mert itt mielőtt elkezdtünk volna, úgymond szakszóval élve élesben beszélgetni, váltottunk néhány szót, és mondta, hogy akármilyen nehézségek is adódnak nap mint nap, meg ugye egy vállalkozás hozhat gondokat, bajokat, és egy biztos, hogy ezzel a dologgal az ön tevékenysége most már marad, és ezt kell csinálni, ez az, ami adatot. Ugye építésvezető említette, hogy beosztottjai voltak. Mikor jött el az az idő, amikor úgy érezte, hogy vállalkozni kezd? Hát 1986 környékén már lehetett érezni, hogy változások lesznek a különböző nagyvállalatok, építőipari nagyvállalatok életében, és ugye itt Szekszárdon gyakorlatilag a Tájév és a Totév voltak az ilyen nagyobb vállalatok. A Tájév az állami építőipari vállalat volt, a Totév pedig a megyei tanácsnak az építőipari vállalata volt. És lehetett látni, hogy már kezdődtek a különböző leépítések. És 86-ban nagyon sokan fiatal építésvezetők látták, hogy ennek már nem sok jövője van. Ezért elkezdett mindenki vállalkozni. Na most ezek közé tartoztam én is. Én nekem még volt egy 3 évem, amikor még egy másik építőipari vállalathoz Bajára átmentem főépítésvezetőnek, és 90 környékén, azt hiszem 90-ben váltottam ki az építési vállalkozói jogosítványt, és 1-2 éven belül
csináltam egy betéti társaságot, és 95-ben alapítottam meg a Vászbau építőipari Kft-t, ami azóta is ugye működik, most már a 10. éve. A cég az első perctől kezdve kifejezetten és szinte kizárólag agrárépítőipari tevékenységet folytat, ami azt jelenti, hogy az ország általában 8 megyéjébe a különböző agrártámogatásokkal megvalósuló különböző magtártároló állattartó épületek tervezése és kivitelezése, amit válunk. Az eltelt 9 évben csináltunk 150 különböző tárolót, itt elsősorban Dél-Dunántúlon, ez hozzávetőlegesen 300.000 négyzetméter lefedett alapterületet jelent. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, egyéb szakemberekkel együtt általában évente mintegy 100 embernek tudunk munkát biztosítani, és ezek közé tartozik azok a esetleges mélyépítő, bontási munkák, ahol rendszeresen roma alvállalkozók dolgoznak a cégnek. Az tény, hogy ez a terület kicsit nyugodtabb környék az építőiparnak az egyéb területeitől, kevesebb az úgynevezett ökölharc a munkákért. Elég jól cseng szerintem a Vászbó neve az agrár megrendelők körében már, tehát nagyon sokan keresnek minket, ha valami beruházási szándékuk van Zalától Békés megyéig. Mintegy 1500 agrárcéggel vagyunk bizonyos értelemben napi kapcsolatban, és tényleg igyekeztünk eddig úgy megvalósítani a létesítményeinket, hogy különböző garanciális vagy egyéb peres ügyeket gyakorlatilag sikerült elkerülnünk. Nagy szó ez a mai világban. Igen, és azt mondom, hogy azt föltétlenül meg kell jegyezni, hogy ilyen tisztességes megrendelői kör kevés területen van még szerintem, mert azért lehet hallani, hogy itten különböző egyéb területeken megrendelnek, nem fizetnek, ez történik, az történik, különböző cirkuszok, szembe az agrárágazat rendkívül tisztességes, nem egyszer, kifejezetten egyszerű magángazdálkodó is, ha aláírja és megállapodik bizonyos dolgokba velünk, akkor az előfordul, hogy azt mondja, hogy a különböző részszámlát, a következő számlát most nem tudom kifizetni, mert a kukoricával ez van, vagy a húzával, vagy ez még... De olyan, hogy akarattal, szándékosan át akartak volna minket verni, vagy nem akartak volna kifizetni, soha nem fordult elő, és ilyen értelemben ez azért meglehetős biztonságot jelent így a cégnek. Szereti a munkáját. Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem, mert még otthon is vannak nem egyszer viták, hogy én nekem az egész észjárásom szinte a vállalkozás körül forog, nagyon szeretem, és nagyon megnyugtat a tisztességesen elvégzett munka, hogy mondjam már, böcsülete, amikor jó érzéssel lehet azt venni, amikor elkészült létesítmények után visszatérő megrendelőink vannak, hogy vannak nem egy, hát 10 évvel tudom azt sorolni, akinek nem egy, hanem már a 3/4 létesítményt építjük, ugye azzal a megjegyzésével a megrendelőnek, hogy meg voltam elégedve, nem kívánok mással dolgoztatni. Egy dolog van, amiben gyakorlatilag most az agrár ügytől eltértünk, ez a garázsépítések itt Szekszárdon, ami végül is nem agrár dolog. Ez az, ami Szekszárdon most folyik. Ez valami, hogy mondjam már, terjeszkedés, vagy egy kicsit fejlődési szintet mutat? Miért hát tartott ezt szükségesnek? Ezt azért tartottam szükségesnek, mert ez a 10 éve, 92 környékén, egyszer már a Véglimorg Ádám utca környékén fölmerült ez a garázsépítési dolog.
Az akkor megtervezett garázs formával nem értettek egyet az ott lakók többsége, ezért akkor viszont azt is mi próbáltuk csinálni. És végül is lekerült a napirendről. És igencsak, de azért önt nem hagyta nyugodni. Igen, és igencsak, mert én nem tettem ebbe az ügybe különösebb lépéseket, viszont megláttam az újságba, tavaly ilyenkor körülbelül, hogy a Gazdasági Bizottság meghirdeti pályázatra ugyanazt a területet. Engem elsősorban az érdekelt először, hogy az a tervet próbálják-e, ami akkorról még megvolt, újra keresztül vinni, vagy engednek beleszólást az ott lakóknak, hogy nem ilyent, hanem amolyant, vagy valami mást. És akkor én a pályázati fölhívásra a cég is emiatt elsősorban, a bizonyos presztízs szempontok miatt, hogyha már mi kezdtük, próbáljuk meg már, ha már megvalósul, ha 10 év után is, és megpályáztuk. Nagyon meglepett minden esetre, hogy a pályázati fölhívás és a sok ismerős építőipari cég kesergése, hogy nincs munka ellenére, egyedül vettünk részt a pályázaton. A pályázatot ilyen értelemben hát végül is megnyertük, akkor egy csomó kört futottunk az ott lakók közös képviselőivel, egyességre jutottunk a garázsok formájába, hogy mi az, amit támogatnak a lakók. Igaz, hogy kicsit elhúzódott az építési engedélyezési eljárás, de április környékén végül is meg tudtuk kezdeni, és akkor a Béri Valgárdám utcába is, és az Aliszka utcába is összesen 46 garázs legalább 60-70%-os készültségi fokban van most. Azt kell, hogy lássam, hogy a munkával úgy minden rendben van, de már azért itt utaltunk rá, hogy otthon vannak néha viták a sok-sok munka miatt. Gondolom, hogy kedves felesége az, aki felrója ezt önnek. Egy kicsit ismerjük meg a családot, annyit tudunk tehát, hogy Kölesdre nősült, ahogy ön említette. Lehet, hogy ez még valamiféle diákkori szerelem volt. Nem. 73-ban nősültem. És a feleségem Angyal Mária, jelenleg ő a szociális otthon, Mérei utcai szociális otthonban dolgozik gazdasági ügyintézőként. 3 gyermekünk van, a Krisztina lányom, az Andrea lányom és a Gábor fiam. A Krisztina lányom az éppen babát vár, a CIP bankban dolgozik, Gábor Dénes iskolában közgazdászként végzett, illetve az utolsó vizsgái vannak vissza, de a terhessége miatt ez várhatóan kicsit csúszik. Az Andi lányomnak egy éve van vissza a főiskolának a szociális munkás szakán. Ő neki van egy alapvégzettsége, ami fogászati szakasszisztens egyébként. És a Gábor fiam meg levelező most végzi a Pécsi Pollák főiskolát, gondolva arra, hogy majd, ha az apu nyugdíjba megy, akkor talán lesz, aki tovább vigye a céget, és egyúttal nálunk műszaki ügyintézőnként dolgozik is. Tehát akkor ő az, tehát aki... ő bent van végül is a cégben, hát nyilvánvalóan ennek ilyen irányú összefüggései voltak, hogy hát szeretném, hogyha valamikor... Tehát mondjuk ki ön irányította e felé. Ebben az ügyben, hát olyan értelemben, hogy nyilván meg lett kérdezve, én olyan bízom benne, hogy alkalmas lesz majd arra egy idő után, hogy át tudja venni a cég irányítását. Át tudja ezt adni? Én ezt akartam éppen még mondani, hogy de attól tartok, hogy azért ez hosszú idő, mert addig, amíg én érzek magamban valamennyi erőt és elszántságot, addig kétségtelen, hogy nagyon komolyan oda fogok figyelni, akármilyen szinten is. Akármilyen lesz. Ügyes ez a Gábor gyerek, azért ott hát lesz a háttérben. Azért még azt gondolom, hogy van mit tanulnia. Természetesen van mit tanulnia. Hát ennyi tudok mit szokott mondani. Csinálni szabad idejében? Szabad időmben... Van-e valami hobbija? Van egy kedves baráti köröm, akikkel nagyon sokszor és nagyon szívesen vagyok egy társaságban. Illetőleg a foci. Különböző baráti körök közti futballmeccseket szervezgetünk. Még mindig azt hiszük, ilyen értelemben, hogy 20 évesek vagyunk. Aztán, hát bizony, ahogyan az ember kimegy a pályára, rögtön észrevesz, hogy ez nem igaz. De hát szeretni kell, és azt gondolom, hogy a mozgás
eleve nem lehet káros. Olyan, megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy a baráti körrel ilyen-olyan különböző rendezvényeken részt venni, azon kívül annyi közéleti, idézőjelben közéleti tevékenységet végzek, hogy meglehetős rendszerességgel a lehetőségekhez képest próbálom segíteni a szekszárdi futballcsapatot. Sajnálatos, hogy az idei évben, mivel a munkák agrártámogatási elbírálásai igen-igen elhúzódnak, tehát gyakorlatilag lényegesen kevesebb munkát, mert ugye a megrendelő csak akkor kezdi el a munkát, hogyha tudja, hogy megkapta a támogatást. Mivel itt jelentős lemaradásban van az agrártárca az elbírálásokkal, ezért igen-igen kevés létesítményt tudtunk megcsinálni, ez nyilván árbevétel csökkenést jelent nálunk, és emiatt nem tudtam kellő mértékben az UFC-t támogatni, csak az 5%-os adó részt tudtam nekik felajánlani. Tehát innen is üzenem a Máté Csabinak, hogyha esetleg változik a helyzet, akkor számíthatnak rám. Ebbe az ügybe veszek úgy részt, rendszeres támogatója vagyok a szépségversenynek, ami gyakorlatilag tavaly, azt hiszem, tavaly nem került megrendelésre, bízom benne, hogy megrendelésre kerül majd, hogyha úgy gondolják a szervezők. És az igazság, hogy azt lehet mondani, hogy nekem a munkám a hobbim egyúttal. Ezért vannak leginkább viták otthon, mert én őszintén mondom, nem szeretek elmenni szabadságra. Én ki nem tudom állni azt, hogy elmenni ide-oda a vízpartra, és... Pedig az olyan jó. Biztos, hogy jó. Biztos, a feleségem majd tudott rábeszélni, hogy... Mert ő azért a lányommal erre-arra elmentek az idén nyaralni, pontosan abból a... annak a tudatában, hogy engem úgy sem nem lehet erre az ügyre kimozdítani. Egyszer rávettek most, hogy menjünk ki egy napra Gunarasba. De hát én ennek csak a negatívumait látom. Kemény a föld, feküdni. Nem lehet meginni egy pohár sört, mert haza kell hozni az autót. Bemenni egyszer a vízbe, kijönni, fölégni. Szóval én valahogyan ezt nem szeretem. Én kikapcsolni tényleg úgy szeretek, hogy leülni a barátaimmal, kicsit elbeszélgetni, jókedvűnek lenni, elbeszélgetünk egymással. De hát szerencsére megvannak akkor. És dolgozni, és menni, jönni körbe az országba, egyezkedni, tárgyalni, megállapodni. Örömmel tölt el az, hogyha versenytársak közül mi nyerjük azt a munkát. Szóval én ilyen értelemben kicsit munkamániás vagyok, az igazság. De talán ez eredményezte azt, amit tulajdonképpen ma ön és a mögötte álló csapat jelent, nem? Hát biztos, hogy fél gőzzel nem lehet ezt csinálni. Az egy más kérdés, hogy ekkora gőzzel kell-e. Gondolom mentalitás kérdése. Van, aki nyilván másképp csinálná. Én úgy gondolom, hogy én így tudom csinálni. És reméljük, hogy így csinálja még nagyon-nagyon sokáig. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk ehhez köszönöm a szépen. Díjhoz. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!